Az előző évekhez hasonlóan idén is köszöntötték a Városházán az általános iskolából elballagó diákokat. A búcsúztatóra városunk mind a négy általános iskolája meghívást kapott. A megjelent tanulókat Dombi Imréné, polgármester, illetve Márkus Gábor, alpolgármester köszöntötte. Néhány éve hagyomány már itt a városunkban, hogy a ballagókat itt ebben a teremben, ahol a várossal kapcsolatos döntések születnek, hiszen itt ülnek a képviselők minden hónap utolsó csütörtökén, amikor testületülés van, és itt születnek meg a döntések, javaslatok. Ide fogadjuk a ballagó diákokat, hogy elbúcsúzzunk mi is tőletek. Eltelt 8 év, az általános iskola kapuja be fog csukódni mögöttetek. Hétvégén lesz a ballagás, nagyon sok mindenen vagytok túl, bizonyára mindannyian megfogalmaztátok magatokban, hogy az életeteket hogyan képzelitek el a jövőben. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült azt a célt kitűznie, és meg fogja tudni valósítani, amelyet nagyon szeretnétek. Szeptembertől már nem a Petőfi általános iskolába fogtok járni, a mi Petőfi iskolánkba, hanem kiki egy másik középiskolába. Lehet, hogy itt Püspökladányban, az is lehet, hogy a megye más településein, Debrecenben, Szoboszlón, kiki hova adta be a jelentkezését. Ez mindenki számára egy nagy lépés. Szüleitek számára is, hiszen a kisgyermekből félig felnőtt lett, mert a középiskolában már ugye úgy fognak rátok tekinteni, nem mint egy kisdiákra, hanem mint egy felnőttre, teljesen más körülmények között fogtok már ott tanulni. Ezért tartottuk azt fontosnak, hogy egy délelőtt, a ballagás előtt elhívjunk ide benneteket, és mint látjátok, itt mellettem itt vannak a legkisebbek, az óvodások. Néhány héttel ezelőtt már ugyanígy megtöltöttük ezt a tanácskozó termet, hiszen a középiskolásokat is ugyanígy fogadtuk, mint ahogy benneteket, és hogy lássátok, hogy mennyire készültünk erre a mai napra, a drága kis óvodások is kis műsorral kedveskednek majd nektek, és én azt kívánom, hogy fogadjátok olyan nagy szeretettel, mint ahogy ők készültek erre a köszöntésre. Az ünnepélyes köszöntő után a Napfény óvoda apróságai örvendeztették meg a ballagókat egy rövid műsorral. László Szilvia, ha felnövök, azt hiszem, ha felnövök, űrhajós leszek, odalentről integetnek majd az emberek. Azt hiszem, ha felnövök, orvos is leszek, rendelőmben meggyógyulnak majd az emberek. Azt hiszem, ha felnövök, nagy tudós leszek, tudásom elcsodálhatnak majd az emberek. Azt hiszem, hogy mindenképpen jó ember leszek. Elérem, hogy szeressenek majd az emberek. Sombirág, sombirág, aranysága a világ. Kakukk fű, kakukk szó, kirándulni volna jó. Fűzfa zsípot faragni, fűzfa rúgat dohazni, árkon bokron által, háton háti zsákkal, menni mentek élni, este hazatérni. László Szilvia, Tarisz nyelva való vers, lehet szegény, aki gazdag, és lehet gazdag a szegény. Csak az a fontos, hogy milyen kincs ül bent a szívedre. Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják feléd. Gyűjts magadnak igaz gyöngyöt, rakj el minden szép mesét, ne hagyd, hogy a kedvenc utabántól rossz beszél. Ülj le néhány gondolattal, hallgass, hogyan hegedül, mert ha veled van a fejed, soha nem vagy egyedül. Bár tőlük még nagyon messze van ez a jelentős mérföldkő, de az óvodások is nagyon készültek a mai eseményre, és örömmel érkeztek búcsúztatni a nyolcadikosokat. A felkészülés elkezdődött már a középiskolások
köszöntője előtt, amikor felkértek minket erre az alkalomra. A gyerekek nagy szeretettel készültek. Hát mondhatnám azt, hogy pár nap alatt megtanulták a verseket, nagyon hamar megtanulják, és hát lelkesek, nagyon szeretnek szerepelni, és örülnek az ilyen felkéréseknek, és mi is szívesen részt veszünk. A köszöntő és a műsor után egy emléklapot vehettek át a tanulók, ami mellé még egy szeretett üzenettel is kedveskedtek az óvodások. Fejes Veronika. Gulyás Gyula. Az általános iskolai ballagás szimbolikus jelentéssel is bír, hiszen a végzősök nem csak az iskolájuktól, hanem az addigi életüktől is búcsút vesznek, egy korszak lezárul, és egy új fejezet nyílik az életükbe. Mi akkor is nagyon örültünk az ötletnek, mikor legelőször hallottunk róla, mert ezt egy szép gesztusnak tartjuk a város részéről. A gyerekeknek pedig ez egy izgalmas esemény, mert hát itt a képviselőteremben nem is nagyon fordulhatnak meg, nincs is lehetőségük rá, illetve az, hogy a város polgármestere, alpolgármestere köszönti őket, ez szerintem nekik egy élmény számba megy. Úgyhogy készülünk mindig erre az eseményre, és nagyon szívesen elfogadjuk. Az is jó dolog, hogy bár a gyerekek többsége ebben a városban folytatja tanulmányait, de azért tényleg, ahogy polgármester asszony mondta, egy szakasza lezárul az életüknek. Tehát ez végül is, hogy a város búcsút vesz tőlük, és visszavárja majd őket, ez egy szép jelzés. Nagyon örültek neki. Nagy megtiszteltetés számukra, úgy gondolom, hogy a polgármester asszony és a polgármester úr gratulált nekik a ballagásuk alkalmából. Mindenféleképpen ez egy jó gondolat, és követendő továbbra is. Egy részük ugye itt a helyi gimnáziumban fog tanulni, és a Bocskaiba mennek még nagyon sokan. Mivel ez már hagyomány, nem volt igazán meglepetés a számunkra, meg a gyerekek számára sem, de azért természetesen várakozással, meg izgalommal várták ezt az alkalmat, hiszen ebbe a tanácsteremben még felnőttként se sokat járunk be, nemhogy ők, és ez egy nagyon szép gesztus, nagyon örültünk neki. Változó a kép, mert például az enyémek a 8. bések közül, vannak 6-an, 7-en, akik Debrecenben, sőt egyik is tanulunk Sopron, fogja folytatni a tanulmányait. Akik elmennek Debrecenbe, ők az iskola büszkeségei voltak, mindannyian vagy a Kossuth gimnáziumban, a Fazekasban, Tóth Árpádban folytatják a tanulmányaikat, és szerencsére elég sokan maradnak idehaza is, a Karacsban, gimnáziumban, szakgimnáziumban, illetve a szakközépiskolai részen folytatják majd a tanulmányaikat. Vonatkozásában én úgy gondolom, hogy ez már hagyomány, hiszen többszöri alkalommal voltunk már itt a 8-osokkal. Én szerintem egy nagyon szép szokássá vált most már, hiszen ezek a gyerekek szembesülnek azzal itt, ilyen körülmények között is, hogy ők már egy feladatot teljesítettek az életükben, tehát elvégezték a 8. általánost. Igaz, hogy ez tulajdonképpen kötelező, de azért mégis az életüknek egy pontja, hiszen innestől kezdve már egy kicsit önállóban fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években. Mindenképpen várták, készültek rá, szépen ünneplőbe felöltöztek, elsétáltak. Egy nagyon jó kis összetartó osztályközösségünk van most, elég nagy létszámmal, és szerintem nagyon tetszett nekik. Ahogy elnéztem, itt kicsit meglepődtek, meghatódtak, hiszen amikor alpolgármester úrtól átvették az emléklapot, akkor még úgy rájuk is kellett szólni, hogy mosolyogj már.
de én azt hiszem, hogy az a hely, meg a körülmények, amik tették. A 27 főből 14 tanuló az, aki a helyi középiskolába nyert felvételt, 13-an pedig a környező középiskolákban. Én úgy gondolom, hogy sikeresen felvételiztek, mindenki megtalálta a magáltal kiválasztott iskolát, és nagy öröm volt számukra, amikor megkapták a sikeres felvételi papírokat. A hivatalos részt követően az önkormányzat egy kis vendégséggel kedveskedett a tanulóknak, valamint arra is lehetőségük nyílt, hogy kötetlen formában beszélgessenek, kérdéseket tegyenek fel a polgármesternek és az alpolgármesternek. A ballagás előtti időszak mindig különleges, hiszen ilyenkor a készülődés izgalmas pillanatai töltik ki a tanulók mindennapjait. Nagyon tetszett, köszönjük a meghívást! Hát jó dolog, hogy ilyeneket szerveznek a ballagóknak, és nagyon élveztük. Ti hogy készültek a ballagásra? Nem soká itt van? Várjátok-e már? Hát várjuk, és próbákat tartunk minden nap. A próbák mellett külön gyakoroljuk az énekeket, és így készülünk. Hol folytatjátok tovább a tanulmányaitokat? Én Debrecenben, a Tóth Árpád gimnáziumban. Én Dunaújvárosban, a Rudasban. A ballagó tanulók az eseményen bepillantást nyerhettek a városháza életébe, ezáltal egy kicsit a felnőtt világ mindennapjaiba is bepillanthattak. Márkus Gábor elmondta, a látogatás alkalmával a gyermekek érdeklődők és kíváncsiak voltak az intézmény működését illetően. Jó pár évvel ezelőtt született az ötlet, hogy a elbúcsúzó középiskolából és általános iskolából elbúcsúzó ballagó diákokat itt a városházán köszöntsük az önkormányzat nevébe, és úgy látszik, ez egy jó hagyomány, hiszen nagyon szívesen veszik a gyerekek is, meg tulajdonképpen ez egy nagyon felemelő ünnep, és még az nem is hangzott el, ma többször köszöntöttem a jelenlévő nyolcadikosokat, hogy van még egy másik hagyományunk is, ami augusztusban van, augusztus 20-án pedig a ballagó óvodásokat szoktuk köszönteni kint a főtéren a szobornál, tehát mindenki, aki egy intézményből elmegy tanulmányai, óvodai munkája befejezésével, azt mindenkit köszönt a város. Ugyanúgy, mint évvégén, pedig az új születéket szoktuk köszönteni. Én szerintem ez egy jó hagyomány, amit érdemes tartani. A többségük még nem volt ebben a teremben, ahol ugye mindig elmondjuk a köszöntőbe, itt ez az a hely, ahol a város képviselői ülnek, és fontos döntések sorozatát hozzák, és akkor kérdezősködnek, hogy hogyan megy ez. A díszpolgárokról kérdezősködnek, ugye van köztük olyan díszpolgár itt, akik ki van téve a fényképe, akit ismernek is a gyerekek, ha bár már most ez egy olyan korosztály, akik nem, tehát azért nehezen tudnak visszaemlékezni már idősebbekre, de azért vannak itt felismernek, vagy ha mondjuk, hogy kiről van szó, akkor be tudják azonosítani, mint például a Petitelepi iskola volt igazgatóját, vagy a Petitelepen működő pékségvezetőjét, tehát ez meg a történelmi zászlók, meg egyáltalán így a mindennapi élettel kapcsolatos, ami az önkormányzatán zajlik, erre kíváncsiak, ki mit. Vagy hogy mikor tetszik ide bejárni a polgármesterről, vagy... Tehát számtalan olyan kérdés van, amire az ember szívesen válaszol, van, amikor meglepődök, olyan kérdést tesznek fel, nem azért, mintha nem tudna az ember rá válaszolni, csak olyanok jutnak eszükbe a gyerekeknek, amit úgy az ember meg sem gondol. A nyolcadikos diákok számára ezzel a mérföldkővel együtt lassan lezárul a gyermekkor is, és már egy újabb, komolyabb, felelősségteljesebb életszakasz veszi kezdetét, melynek során a felnőtté és az önállóvá válás sajátosságai fognak érvényesülni.